Hiasztok. Nézzük meg a törtek összeadását pillangó módszerrel. A pillangó módszernél kezdetben nagyon sokat tud segíteni, hogyha ti is ugyanúgy karikázgatjátok külön-külön azokat a számokat, amikkel valamilyen műveletet kell végezni. Szerencsére itt az összeadásnál is, vagy akár a kivonást végzitek, ugyanúgy mindig szorzásokat kell végezni 2-2 számmal. Először is ezt a hetest és a hármast összeszorzom, tehát 7 x 3, ő kerül a nevezőnkbe. Utána átlósan összeszorzom a négyet és a hármat. Tehát 4 x 3, ő már a számlálomba kerül. Ott lesz az az összeadás jel, ami ugye alapból benne van a feladatunkban, majd a másik két számot is átlósan összeszorzom, tehát a tizet és a hetet is. Tehát 10 7. Ezután már nincs több dolgom, mint hogy csak kiszámolom ezeket a szorzásokat. 4 x 3 az 12, meg 10 x 7 az 70, alul a pedig lesz az, hogy 7 3 az 21. 12 meg 70 az 82, és alul a nevezőben marad a 21. Tehát 82, 21 lesz az összeadásomnak az eredménye. Tehát jegyezzétek meg, hogyha pilangó módszerrel szeretnétek számolni, hogy összeszorozzátok először a nevezőben a két számot, majd utána a számlálónál is a számlálót és a nevezőt így átlósan, majd pedig a másik két számot is átlósan. És amúgy ez arról kapta a pillangó módszer nevet, hogyha akár ti még idei tesztek egy kis pillangós kinézethez való dolgot, akkor biztosan, hogy tényleg egy pillangó lesz. Remélem tudtam segíteni a videómmal.